egyszer. Most újra kezdem. Jó. Akkor kezdjük tehát. Kedves lovas barátaink. Két hét van még a gyerekszemléig. Szombat van. Itt ülünk délelőtt az árnyas parkolóház udvarán. Kint az erkélyen, ahol senki sem dohányzik. Én legalábbis nem. És ezerrel szervezzük a rendezvényt. Bent a hűs szobában, a vízipálmák rejtekében, Lukács Ferenc, a gyerekszemle grafikusa, éppen a rendezvény térképén dolgozik. Háttérből a National Geographicban talán krokodilra vadásznak az emberek, ki tudja. Na nézzük, mit csinál a fecó. Azt elhihetetek, hogy ez itt nem almafröccs. Látjátok, szombat délelőtt is ezerrel dolgozik, és azt kérdezi, hogy értelemszerű-e, hogy az ott a lovaspark. Meg oké. Ezek lovonak látszanak, vagy? Kérdezd meg tőlük, hogy ezek lovonak látszanak. Na jó, akkor. Én pedig éppen most raktam ki a honlapra azokat az üzeneteket, amiket ti küldtetek nekünk, ami arról szól, hogy milyen sokan fogtok jönni, és hogy mennyire szeretitek ezt a rendezvényt. Mi meg mennyire szeretjük a Szekszárdi olasz rizlinget. És köszönjük nektek, hogy kitartotok mellettünk, és hogy jöttök kuszálásra a gyerek szemére. Már így szép a háttér, nem én tudom a háttér. És akkor még egy pillantás fecóra, aki dolgozik. És egy olyan pillantást, hogy így már legyek integes. Mondd, hogy várunk mindenkit a rendezvényre. Gyertek feltétlenül.